Sziasztok! A tízes szintről eddig nem nagyon készültek videók, egy vagy kettő van, azt hiszem, hogy fent a csatornán. Így hát, itt úgy gondoltam, itt az ideje egy következő tízes meccsnek. Ez is az EL5-ről lesz. Ugye akkoriban még nem nagyon volt meg szerintem a JACC-EL 100, amivel ugye kiszélesedett a CV tankjainak a száma. Mondjuk olyan nagy számot így értünk el, most már egy helyet kettő CV tankon van. Van a T-100 az E5, ami most is megnyitott az amerikai heavy ág vége, illetve van a Jagdfriz ES, az a német 10-es TD ág, régi német TD ág vége. Hát ugye itt az E5, erről sem kell hogy sokat beszélnem. Egyrészt beszéltem már róla, másrészt nem lehet annyira kiemelni semmit belőle. Maximum az, hogyha a torony oldalát meglőd, akkor valószínűleg amúreket kapsz nekem, biztonságos elhelyezés és vizes lőszertartó mellett is gyakorlatilag minden második, harmadik, legjobb esetben harmadik csatába amúrek, tehát nem lehet velem mit csinálni. Illetve annak ellenére, hogy heavy inkább támogatásra való, mint arra, hogy előre nyomuljon, tehát mint most is megálltam itt fent, aztán amit spotolnak, azt lövöm, legjobb esetben át is ütöm, nem úgy, mint most a T-54-et, de közelharcra egyáltalán nem való. Amcsiknak általában közben, ami maradt volna T-54-be HP, azt leégettem róla, tehát első kill, közben csapat első killje is, vagy egyben csapat első killje is. Tehát, mit akartam mondani? Ja igen, hogy amcsiknak viszonylag jó tornyuk van, amint mondtam az előbb, nagyon gyakran kap ez a tank amúreket, arról nem is beszélve, hogy ez a rettentő nagy tumoritta tank tetején lehetetlené teszi azt, hogy dombokon, vejtőkön használt vehessem, ugyanis tehát nem a, vagy egy hegy, tehát nem a hegy mögé tudok én elbújni a tankon, hanem a hegy tud a tank mögé elbújni. Egyszerűen olyan magas ez a pont, hogy akármi meglövi, és gyakorlatilag nem is nehéz átlőni. Nem is nehéz átlőni, és átállni meg még könnyen. Tehát inkább közelharca való ez a tank, még egyszer mondom. Ez egy ideális helyzet itt, hogy a tank alján még viszonylag erős is, tehát ott tud pattintani, azért azt hiszem, hogy a legtöbb ember, aki azt hiszi, hogy tudja a tankot, hogy hol is kell, tudja a tankról, hogy kell azokat, hol kell azokat lőni. Mondjuk ötödik próbálkozásra csak elmondtam a mondatot. Szóval sokan azt hiszik, hogy ezt alul kell lőni, ami nem hülyeség, alul is át lehet ütni, de talán szemből ott van a legnagyobb páncélja. Tehát alul. Tank alsó lenne az én ott nem szabad lőni szemből. Főleg, hogyha szögben van, mert akkor biztos, hogy nem fogod átütni, mint ahogy most is volt, ugye az is 8 nem ütött át. Közben ez a lagok, nem tudom, hogy miért vannak a 41, illetve a 30 FPS mellett. Valószínűleg nem a gépem hibája, vagy nem az én hibám. Maga a replay file ilyen bágos, tehát ezt már régóta mondom, 8.6 óta kb. Nem tudják megjavítani ezt a hibát. Közben gondolom, hogy ott volt egy kis lánctapja, az azért van, mert hogyha olyan tankra viszem rá a célkeresztet, aminek akármilyen modulja is sérült, azt fogom látni, hogy melyik az a modul. Ez hívják halálos szemnek, ami a parancsnokom egyik adottsága, egy képessége. Itt nagy nyugodtan jönnek fölfelé a tankok az oldalukkal, és átütésre mondjuk nem lehet panasz ennél a tanknál, sebzésre már mondjuk lehetne. Tehát mindent azért, nem is minden, de a legtöbb tankot átütöm, és viszonylag jót is sebzek bele. Jó helyen is vagyok. Gyakorlatilag most már csak sebezni kéne. Az E100 is takar, amikor látnak, akkor inkább a tankom alját látták, tehát nagyon jó kis helyen vagyok itt. Közben mondom, hogy jönnek hátba is, azaz senki nem foglalkozik, de kéne. Eddig nem tűnik bukott mesnek. Én szerintem meg főleg nem, mert nagyon... Ó, közben az Artink valamit ott eltalált. Valószínűleg a Forst, igen. Még én is belesebzek. Eddig nagyon jók vagyunk. TD még nem ért fel a hátunkba. Elsz az nem tudom, minek ment ki.
Na, most is ki akarom, mert nem akarok kivágni elé, de ki kellett volna. És itt elbíztam magam, hogy 50-100 nincs nagy páncélja, nem is céloztam, hát ez baj. Ügyes nem ütöttem át. Viszont most már tényleg az egy lövésből megvan az a tank mindenképp, csak ő megtáras. Jó, ez megvan, közben pont lag volt, ezért nem láttuk, hogy az E-100 meglőtt, átütött, de csak a lánctalpamat. Nem az, hogy lelőtte, hanem csak áú, na ez fájt. Csak megsérült tőle a lánctalp. Maus rohan le, gondolom arra gondolt, hogy itt követni fogjuk, hát igazából azt kellett volna. De az Arti meglőtt, és utána már nem nagyon volt kedvem ilyesmire. Igen, itt az Amcsi kisebbzés hátránya, nem tudtam kirúgni egy 400 akárhány HP-s E-100-at. Mondjuk az E-100-on kilőtte, tehát addig még rendben is van a dolog. Ilyen 3000 sebzés környékén vagyok, 2 killer, 6-7 az állás az ellenséges csapatnak, mégis nincs ez még elrontva ez a meccs, simán megvan. Látni a TD-nk is szépen bekempeltek ott a bázison, ami végül is nem baj, mert TD-knek az a dolga, azt nem szeretem, amikor ott a TD-k helyén heavy tankok vagy medium tankok is kempelnek. De így teljesen jó, hogy TD-nk vannak ott, elvileg meg van nyerve ez a csata. Mondjuk az első csapatnak annyi is az a szerencséje, hogy az artiuk nagyon könnyen belőle ide, és gyakorlatilag hát engem is őrült meg, egy nagyon szépet rakott belém. Az E-100-at is ő szedi, és nagy szerepe volt abban, hogy itt ennyi tankunk elhullott. Közben itt a Jakpéz E-100 hátba, amit még nem tudom, egy olyan jó 4-5 perc jeleztem, hogy közeledik, kéne valamit csinálni. Közben az Arti úgy hallom megint meglőtte az E-100-unkat, így van 36 HP vagy 35, tökéletes. Jó, megvan az E-75, már csak egy lövés. De ő is átütött sajnos, és innentől nem olyan jó, és fölélök. Így most valószínűleg ki fog jönni rám, legalábbis remélem, mert így, hogy visszatolattam gyakorlatilag, hogy felél, én betöltök, tehát elvileg megvan. És a VTA-ú felsz, az érdemes majd megfigyelni, hogy mit fog csinálni még a továbbiakban. És tudom, hogy nem mehetek ki az E-75-re, egyrészt ez igen. Hogyha most nincsen automata tűzoltó készülék, akkor gyakorlatilag meghalok. Jó, az E-75-et sikerült kiszednem, de 66 HP, tehát innentől gyakorlatilag nagy baj van. Írom, hogy menjünk vissza, de sajnos meg késő. Tehát az is8-unknak sincsen túl nagy HP, az a 400 nem sokat ér. Én a 35, én a 66, a S-hoz pedig a nem tudom mennyi, 30 HP-ával semmire nem menjünk. Hát annyi, hogy ameddig élünk, azért tudunk lőni, mert mindegy, hogy hány HP-nk van, ameddig életben vagyunk, addig gyakorlatilag mindegy, hogy hány HP-val, de szedjük, tudjuk szedni a tankokat. És ott van az a VTA-UF, most az előbb kiszedett egy tankot. Még ugyanazzal a tárral most kiszedett egymás után két tankot. Ugye a táras tank rettentő nagy OP-ság, én azt gondolom, itt a harmadik tankja egy tárból, és maradtunk még, ja hát igen, akik ott maradtak, tehát az E-100, illetve a is8 voltak az első áldozatai, most kiszedte a Artinkat is, és maradt egy Jakpéz E-100-unk, egy Force 155-ünk, 220 HP-ban, ami nem túl biztató, hát igen, ennyire volt biztató, ő is meghalt, tehát a Jakpéz és én maradtam, Jakpéz ugyan belelőtt abba az AMX-be, 600 HP azért ez sokat segít, ene. De ennyi HP-mmal gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni. Itt nem akarok kijönni, hogy felszpotoljanak és kiszélnek a másik oldalról. De látom, hogy a panterünknek annyi, vagy pénzünknek. Úgy döntök, hogy még egy kiót összeszedek magamnak. Ez meg is van, megbosszultam a csapattársaim halálát. Kiszedtem a VTU felszállat. A fos is egy lövés, ő is megvan. Így van 5 killem, meg 5000 valahányszer sebzésem. Majd kiszed az Arti utoljárát. Ő szedte szét az egész csapatot. Mindenesetre nagyon szép csata volt, a prémiummal, prémium fiók miatt 1620 TP-t kaptam, és ez egy vesztes csata volt. Szerintem nem volt rossz dolog. Majdnem 6000 sebzés, majdnem 10000 lehetséges sebzés, 9600 van, amennyit jól emlékszem, és 5 kill. A képeket mutatom, aztán sajnálom, hogy elvesztettem ezt a csatát.